2019 első Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlésének egyik legfontosabb napirendi pontja az éves költségvetés volt. A tagok elfogadták a rendeletet, így több mint 1 milliárd forintos költségvetési főösszegből gazdálkodhat a megyei önkormányzat. A forrásból két kiemelkedő projekt is megvalósul. Klímaakcióterveket készít az önkormányzat azoknak a megyei településeknek, akik ezt igénylik. Ez az úgynevezett SZEKAP dokumentum egy olyan energetikai tanúsítvány, amely több támogatás pályázati feltétele lesz 2020 után. Az elkészítendő dokumentum csomagot SZEKAP-nak hívják, ez az angol mozaik szava a fenntartható energia- és klímaakciótervnek. Egy másik nagyszabású tervben hagyományteremtő, közösségépítő programokat szerveznek, közölte a megyei közgyűlés elnöke. A másik ilyen nagy pályázatunk a megyei identitás pályázat, amelynek keretében konzorciumi partnerként, más módon kedvezményeként együttműködve számos megyei településsel olyan programokat fogunk megvalósítani, amelyek népszerűsítik a megyét, és a megyei identitást fejlesztik a helyi közösségekben. Olyan hagyományteremtő, közösségépítő programokat valósítunk meg, amelynek eredményeképpen sokkal otthonosabban érezzük a megyénket, sokkal jobban tudjuk, hogy a településeknek milyen múltja volt, milyen lehetőségei vannak. Erre is nagy várakozással tekintünk erre a projektre. Adorján Béla, a Jobbik megyei elnöke a januárban módosított munkatörvénykönyvének változása ellen szólalt fel. A párt előterjesztésében azt akarták elérni, hogy a megyei önkormányzathoz tartozó cégeknél ne alkalmazzák az új túlóra törvényt. Politikai síkon sorra elbuknak ezek a kezdeményezések, nem csak itt a megyei közgyűlésben, szinte az összes településen, ahová beterjesztése kerültek ilyen rendelkezések. Vásáros-Noményi képviselőtestület sem vette ezt napirendre, ezt az előterjesztésemet, de több városban megpróbálták, például Kisvárdán szocialista képviselő próbálta meg napirendre vetetni, ott is így döntöttek, hogy nem muszáj napirendre venni. Természetesen marad az a lehetőség, a politikai határait kitolva, hogy azokkal a szinte 100%-ban az ügy mellett álló civil szervezetekkel és szakszervezeti szervekkel együttműködve addig fogjuk a társadalmi ellenállást tanúsítani, amíg ez a törvény hatályon kívül nem helyezésre kerül. Az alma kérdés újra előkerült a közgyűlésen. Veres János szerint a gyümölcs értékesítése nehezen ment a megye valamennyi termelőjének. Legyen szó akár léalmáról, akár ipari vagy asztali minőségű almáról. Úgy gondolom, hogy ebből tanulva mindenképpen fontos feladata a megyei közgyűlésnek az, hogy próbálja meg olyan kezdeményezéssel élni, hogy az egész gyümölcstermesztéssel kapcsolatos kérdéskört áttekintsük szakmai szervezetek bevonásával, nézzük meg a szabályozási rendszerét, nézzük meg azt, hogy hogyan lehetne ezekből a termékekből, ezekből a megyénkben megtermelt kiváló minőségű gyümölcsökből jobb piaci lehetőségeket elérni. Szilágyi Péter független közgyűlési tag a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár bizottság létjogosultságát kérdőjelezte meg a pénteki közgyűlésen. Baracsi Endre, a bizottság alelnöke azonban elmondta, az elmúlt évben is fontos és kiemelkedő munkát végeztek, már 115 tételt számol az értéktár, de a gyűjtés mellett első számú feladataik közé tartozik a szemléletformálás és a fiatal generáció megszólítása, valamint vetélkedőket is szerveznek. A létjogosultság az lényegében egy örökké valóságnak szól, hiszen az értékeink őrzése, a hagyományaink ápolása, illetve a jelenben teremtődött új értéknek a hétköznapokba való átvitele az mindenképpen nagyon fontos és szükséges. Sőt, azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy ez feladattól sokkal több, ez egy küldetés, amelyet végeznünk kell, egy közösségépítő tevékenység, amelyben nekünk a feladatunk az, hogy minél több embert és legfőképpen a fiatalokat vonjuk be. Az értékbizottság természetesen 2018-ban is dolgozott. Ez, hogyha kifejezetten csak a szakmai munkát nézzük, ugye ez általában abba csúcsosodik ki, hogy a beérkező javaslatokat elbírálja, és ezzel az értéktár listáját, azt a lajstromot, az bővíti. A közgyűlésen a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kirendeltségének igazgatója is beszámolt tevékenységükről. Németh Péter kiemelte, a következő 5-10 év célja, hogy megteremtsék a támogatott lakhatást a jelenleg bentlakásos rendszerben ellátott fogyatékkal élők számára. A gyermekvédelmi területen pedig minél több, 12 éven aluli gyermeknek szeretnének nevelőszülőt biztosítani.
Az Országos Főigazgatóság nevelőszülő toborzási kampányának egyik állomása Nyíregyháza lesz április elején. A program azért indult, mert egyre kevesebb a nevelőszülő Magyarországon.